Jézus szerint mi vagyunk a föld sója, de valóban jobb ízt adunk a világnak? Hogyan tudunk egy ízletesebb alternatívát kínálni a mai világban, ami nem csak jobb ízt ad, hanem meg is menti, védi a világot a romlástól? Ma négy fincsi fűszer a mai menü, ami szerintem igen egy jobb alternatívát kínál. És az emberek jobban érzik magukat körülöttünk, hogyha így élünk, jobb a világba. Ez a mai menü, ez itt a Jézus Bistro. Sziasztok, Záhanyi Viktor vagyok. És már is befejezzük, igen, befejezzük bizony, az első tesszoniki levelet 4.12. Tehát nézzük, mi az a négy fűszer. 12. Arra kérünk titeket, testvérem, hogy becsüljétek meg és tiszteljétek azokat, akik vezetőitek az Úrban. Ők sokat dolgoznak értetek, tanítanak és tanácsolnak benneteket. Kérlek, hogy a munkájukért szeressétek, és különösen becsüljétek meg őket. Tehát az első alternatív íz szerintem az, hogy mutassuk meg Krisztus követőként azt, hogy mi tiszteljük a vezetőinket. Nem kritizáljuk őket, nem szapuljuk, nem arrogánsan állandóan a mellünket döngetve azt mutatjuk hogy mi bezzeg, mennyivel jobban csinálnánk ezt. Mert sokszor ezt látjuk a világban, hogy ma, Egyszerűen, igen, divatos a vezetőket kritizálni, szapulni. Ne, mi tiszteljük őket, becsüljük őket, bízunk bennük, támogassuk őket. Olvasunk egy igét, mi keresztények, ugye, ezt uh, tesszük. Első levele Timóteusnak, Páltól a 6.17-ben. Nézd, azok a vezetők, akik jól végzik a gyülekezetben a munkájukat, kétszeres anyagi támogatást és megbecsülést érdemelnek. Különösen azok, akik az Isten üzenetével és a tanítással foglalkoznak. Mert az írás azt mondja a cséplést végző ökörnek, ne be a száját és enged, hogy egyen is miközben tapossa a gabonát, a munkásnak ad meg a maga fizetését. Igaz? Tehát mi támogatjuk, igaz, a lelkészeket, a, a, az igehirdetőket, azokat a vezetőket, akik erősítik a hitünket. hogy, hogy barátom, testvérem, bátorítanak, hogy te is támogasd azokat, akik téged táplálnak szellemileg, meg a módját. Tehát ez az első alternatíva, hogy igen, tiszteljük, becsüljük a vezetőinket, ne kritizáljuk, ne bregykálkodjunk róla, ne vádaskodjunk róluk. Olvasom tovább. Mi a második? Fincsi fűszer már, hogy igazi sok legyünk ebben a világban, jó ízű alternatíva. Békességben éljetek egymással. Ugye? Nem is kell többet mondanom. Egyszerűen az, hogy törekszünk arra, hogy mindenkinek békességben éljünk. Megint nem arról van szó, hogy irigykedünk a másikra, nem az, hogy megpróbáljuk lenyomni a másikat, nem az, hogy megpróbálunk hibát keresni a másikba, nem az, hogy elkezdjük szidni a másikat, megsértődünk a másikra, mérgesek vagyunk a másik emberre, hanem békességben próbálunk élni. Már ez micsoda jó íz a mai világban, nem? és most nem csak az online kommentekre gondolok, hanem tényleg a mindennapi 3D életbe, szomszédokkal, rokonokkal, kollégákkal. Nézd, békességben éltek egymással, és itt részletezi Pál. Hogyan? Nagyon kérünk benneteket, testvérém, hogy figyelmeztessétek azokat, akik nem akarnak dolgozni és rendesen élni. Látod, mert ez is egy jó íz, hogy szeretetben, tisztelettel konfrontáljuk azt, aki látjuk, hogy rossz úton jár. Nem mindenki veszi ez a bátorságot, meg a bölcsességet, pedig ez a szeretet jele. Nem az, hogy mindig csak mosolygunk, mindent elnézünk, hanem igen, szólunk, hogy ezt nem így kéne, próbáld így, bátorítva, szeretettel, tisztelettel. Nézd viszont, bíztassátok azokat, akik bátortalanok. Segítsük a gyengéket. Mindenkivel szemben legyetek türelmesek. Micsoda jó víz ez, nem? Milyen jó kapcsolat az, ami türelmes. Senki a gonosz dolgokat ne a gonossággal, hanem mindig a jóra törekedjetek. Na itt van egy jó igém. Ne viszonozzuk a gonosz, gonoszszal. Nézd csak, ez megint mennyire jó íz a mai világban, nem? Olvasom nektek. E, meg is van. Pál level a rómaiaknak, 12-19. Szeretett testvéreim, ne álljatok bosszút magatok ér. Ha megsértnek, megbántanak, ne azon gondolkozt, hogy hogy fizes vissza ezért. Már ez egy alternatív jó íz a mai világban, igaz? És igen, ezt mi leginkább keresztények tudjuk adni a világhoz, mert mi nem a magunk erejéből, hanem Krisztus erejével tesszük ezt. Inkább bízzatok az Isten ítéletére. Majd Isten elítéli azt, ez az ő dolga, nem a mi dolgunk. Meg van írva, Isten haragjára mondja ez a fordítás, meg van írva a bosszúállás, vagy az ítélet, a büntetés az én dolgom, mondja Isten, majd én ezt elintézem, majd én megfizetek, mondja az örökkévaló. Ezért nekünk mi a dolgunk, nem a bosszú, nem az ítélkezés. Hanem ez, ha éhezik ellenséged, adj neki enni. Ha szomjazik, adj neki inni. Ugye Jézus is bátorított az ellenség szeretetre. Micsoda alternatív jó íz ez a mai világban. Mert olyan ez, mint a izzó a fejére. Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzen téged, hanem tegyőz le a gonosz jóval. Olvasom tovább a következő ízesítést, térünk rá. Azt mondja, ne csak egymás között, hanem mindenkivel szemben így viselkedjetek. Ugye ne csak a keresztények egymás között, hanem mindenkivel. És nézd a következő jó íz. Milyen fincsi ez. Figye, mindig örüljetek, szüntel imádkozzatok minden körülményetek között. Adjatok hálát a hála, az öröm, mennyire hiányzik a mai világból, mindenki panaszkodik, mindenki azt nézi, hogy mi hiányzik, hogy mi kéne még, és, és, nem tudom megengedni, mert mennyire drága, pedig akkor boldog lennék. Nem, adjunk hálát azért, ami van, és ne azt nézzük, és panaszkodjunk azért, ami nincs. Mindig adjunk hálát az Úrnak. Ha körülnézek, mindig van miért hálát adnom. És mindig van miért örülnem. És ezt megint nem emberi erőfeszítéssel csináljuk, ezért vagyunk mi egy alternatív íz a világba. Mert emberileg sokan próbálnak jók lenni, és mégse sikerül de Krisztussal lehet, újjászületve a Szentlélekkel lehet igazán. Az öröm is, az egy természet fölötti képesség. Emlékezzünk csak, Galata levél 5, 22. A Szentlélek pedig ezeket teremti meg bennünk, ez a Szent Szellem gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, türelem. Látjátok, hát, ezek a gyümölcsök, ha a Krisztussal való kapcsolatod egészséges, mondjuk, mint egy növénynek is megvannak a, a, az egészséges növénynek a feltételei biztosítva, akkor az gyümölcsöt hoz. Én is ültettem tavaly almafát, hogyha megadok neki mindent, akkor az gyümölcsöt fog hozni. Ha mi is megadunk mindent a mi lelkünknek, szellemünknek, Ugye az imádkozunk, ahogy közösségbe vagyunk testvérekkel, hogy naponta magunkhoz vesszük a szellemi táplálékot, akkor gyümölcsöt hozunk, és ez az egyik gyümölcs az öröm. Mennyire hiányzik ez a világban, mennyire finom alternatív íz ez, nem az öröm? És akkor nézzük az utolsót a Szent Szellemet ne akadályozzatok abban, hogy a munkáját végezze a prófétai ajándékot és üzenetet. Ne becsüljétek le. Viszont minden gondosan vizsgáljátok meg, hogy valóban Istentől származik el. Ha igen, akkor ahhoz ragaszkodjatok, de maradjatok távol mindentől, ami gonosznak látszik. Profétai ajándékok, üzenetek. Na ez aztán tényleg alternatíva. Mert ezt a világ nem veszi komolyan, a proféciákat. De igen, a proféciák nekünk reményt adnak, igaz? Nekünk az, az egy, az egy, ez egy súlyos tekintélyt adnak Isten szavának, amikor látjuk a proféciák beteljesülését. Most prédikáltam ugye erről. Az, hogy látjuk azt, hogy 180 a profécia már beteljesült, amit az Ószövetségben írtak meg. Izraelnek a, a, a számüzetéséről, majd hazatalálásáról, majd a, a modern izraeli állam kikiáltásáról 1948-ban, ez mind meg volt profétálva 2500 évvel ezelőtt. Ezek ki a proféciáit néz meg. Ezek il 37-38, olvasd el ezeket a fejezeteket. Jeremiás, Izajás, mind megprofétálták ezt. Úgyhogy vegyük komolyan a proféciákat, és micsoda íztad a világban, mert ez erősíti a hitünket. És ha erős a hitünk, akkor bátran hirdetjük a mi reményünket, Jézus Krisztust. Hú, szerintem ezek nagyon alternatív, nagyon jó alternatív, jó ízek. Ugye itt tudunk só lenni a világban többek között Krisztussal. Imádkozom értettel, nem bánod. Jó, mennyi kellek áld meg az én nézőmet, hogy igazán jó só tudjon lenni, jó íz tudjon lenni a családjában, az utcájában, a kollégák között, barátok között, hogy egy alternatív értékrendet tudjunk képviselni, ami vonzó, ami jó ízű, hogy igen, becsüljük a vezetőket, tiszteljük őket, ne, ne, ne támadjuk, ne kritizáljuk, hogy, hogy, hogy öröm legyen bennünk, igaz, hála legyen bennünk. A veled való kapcsolatnak ez a gyümölcse, hogy békességben éljünk mindenkivel, hogy ne álljunk bosszút, hanem meggyerkezzünk megbocsájtani, és szeretnénk az ellenségeinket is, és igen a proféciákat vegyük komolyan, mert azok építik a hitünket. Köszönjük, hogy jó íz tudunk lenni, ez csak neked köszöntő Jézus Krisztus. Amen! Úgyhogy légy só, légy jó íz!